üdvözletem mindenkinek, én BKV fan vagyok. A DPO 800 voltas, korábban ezüstfiras Icarus 280-asról, ami éppen pótol valamit. Hát bejövök a lelőkéken a kamerában. Szép jó napot kívánok, Sadro 30 a kamerában. Na, itt vagyunk most a végre. Hát milyen meglepő, hogy itt a pont a 20-en van egyik oroszlán. Gyakran, volt már olyan a példa, amikor az a 30-as, amit fótolt. Volna olyan, amikor még a suliból jöttek haza, akkor ez jött. Na, akkor még normál forgalom is volt. Hát, ja. Szép hát, amúgy. Ott a túloldalon, hogy itt nézem, most áll be a 8100-as 4G-s Solaris. Hát ott. Várjál, itt van még egy 20, ez MHU 711. Nekem úgy ez a kedvenc délpesti, ez is nyilasom. Jó, jó, jó. Tehát most már megint Mercedes. SZT-kiállja nagyon jó. Most bátorja, mert kiderül, hogy mennyi jel lesz. Felrögte hátad mögé, ha nem baj, oké? Jó. Lehet, hogy beülök ide. Ide mondjuk. Na. Jösszük, most én is hiszem a kamerámat. Indulás egy perc múlva, azt mondja. Jó. Őt el akarja a kapaszkodó, az is jó. Ott a 362-es, amivel mentünk korábban. Ennek a Kovára új van, nem halas. És induljunk is. Megint egy Solaris-e tartos. De szép hangja van. Ezt tudtuk, hogy ennek szép hangja van. Üdvözöljük utasainkat! Én ezzel 123-ason utaztam annó. A következő megálló Keleti pályaudvar metróállomás. Jaj, a csuklóvás, hogy áll. Baj. Ott az NBS, ott az NBS, figyeld! Figyeld, milyen szép hangja van az NBS fokozatnak. Várom, szép nyomatja a videót. Vagy nem. Követi pályaudvarra, mert
állomás. Mi? Jön a tömeg. Keleti pályaudvar, metróállomás. Mondom én, jön a tömeg. Ezért szerintem jobbra 109-es, ahol ilyen nincs. Nem érdekel. Ez a Máté a kedvenc. 6 megállás nélkül. Mert a következő megálló az a Hősök tere. Ahol elszállhatnak az M1-es metróra. Mi is megtehetnénk, ha azt tennénk. Ekközben a hátul mögött jön a 7-esen az FLL 404. Most állok rá igazán. Figyelem a járművököt, direkt megmondom. Na, köszöntük szépen. Ez így jobb húzás. Nyitva a tetőablak. Igen, az na jó, hát most nem nagyon van lehetőségem forgatni a kamerát. Hát most nem nagyon van lehetőségem forgatni a kamerát, hogy látod. Hát arra sincs. Inkább veszem a busz belterét. Inkább veszem most a busznak a belterét, nem foglalkozok mással. Azt mondtam az előbb, hogy nyitva a tetőablak. Tudom. Ezért jó az a busz. Ja. Házi klíma. Házi klíma a fentiektől.
a Solaris. Pont az, amelyik volt a fénytól. 178-as, amely a Vilnusi felé. Az meg tényleg. Ott van a... Ott van a... Az elítélt. Én csak így hívom. És nem is elítélt, hogy még félig Gányládának is van valamiért, ahogyan kinéz, szerint gyorsan csinálok még egy képet. Na látod? Ezt nem hitte volna, hogy ezt is kifogjuk. Ezzel utazni kéne egyszer. Ja. Ez az, amit lassan ki is fognak izé selejtezni az államtagját. Hát biztos amúgy, mert ez lehet, hogy csak lehet, amit hallottam. De majd kiderül. Az kizárt. Az kizárt, mert egy éve, üzé. Azt hiszem egy évet ott töltött a Volvo telephelyen, és még az annak ellenére is ilyen, úgyhogy nem hiszem, hogy ez annyira menthető. De a videót mindenképp csinálni kell róla. Esztétikai nagyon, nagyon ott van ez is. PDB. Előfordul. Hát jó. Most oldalon. 20-en a izé ugrándozott a PDB 704. Vágár utca, Robert Károly. A szó szerint ugrált. Így ment, így. Így ment. Így ment, hogy kezem lóvágattam. Így ment, szó szerint. Szó szerint úgy. Mi? De ahogy viszik szervizbe. Nincs. Hát ez a baj, hogy kéne, de nincs. Következő megálló. Szegedi jó. Majd az NC-ek fognak eltűnni elvileg. De azok is csak 25-ben, mert azok izé szerződéses izék. VTR-i. Hát Intertanker-től van az óvodaiak is amúgy. Mindegyik Intertanker-től jött.
Nem itt szám, Szegedi? De. Nem? De. Nem mondtuk, hogy ott szálljunk. Most bevárunk egy 32-es, mert egyik akkor le. Szegedi.